20 éves munka tanulságairól, a tanulságok hasznosíthatóságáról szeretnénk tovább beszélgetni a mai nap folyamán. Itt ülnek a szekciók vezetői, és pár szóban elmondanák, hogy miről lesz. Mon András vagyok, az autonómia munkatársa, és én viszont majd a kis teremben lent a recepciót, a balra az adományosztási szekciót. Ez a legvonzóbb szekció, mert arról a dologról szól, amiről az alapítvány híres, tehát az adományosztás, és ami valószínűleg a kárja is, az Oribó, szerintem minden ventilálódott ki az összes program, és talán minden munkatárs nagy nosztalgiával gondol ezekre az időkre, úgyhogy nálunk az adományi programoknak a hosszú távú tapasztalatairól szeretnék egy pár szót majd beszélgetni, illetve szeretnék majd azokról a programokról, amikkel mi technikai segítségnyújtást adtunk ezeknek a tapasztalatoknak a kamatoztatása történt ebben a programon, úgyhogy erre várok mindenkit szeretettel, és utána a norvég civil támogatási alap, ami ahova kulminálódott ez az egész, ennek a programba négy szervezet, több szervezet kapott, és négy szervezet fog bemutatkozni, és bemutatja, hogy mit csináltak ők az elmúlt évben. Tanaka Jennifer vagyok, a Paki Program Manager az Autonómia Alapítvány, most 10 évig. A műhely beszélgetésen szeretnénk egy részvevőkkel együtt indítani egy beszélgetést. Két blokkban terveztünk. Az első blokkban ez három rövid prezentációval fogunk indítani a beszélgetést. Az első röviden a PAKIV-nak az első 10 évig mi volt és hogyan fejlődött még. Ez egy nemzetközi program, amit négy ország kezdett. Második, ez egy kérdés, hogy a roma civil társadalom és milyen szituációban van most, vagy ez egy krízis, vagy nem. Ez egy provokatív prezentáció lesz a kollégánk Bulgáriából, aki itt van velük. És a harmadik, ez egy kezdemény, egy ötlet, amit kezdett most Romániában, ez a Paki Klub, és ott itt ez a szolidaritás, a bizalom, a támogatás, támogatni egymással a civil szektorban, erről fogunk beszélgetni. Ez az ötlet, és utána akkor nyitva hagyjuk az idő, hogy együtt tudjunk beszélgetni ezeket a kérdésekről. A második fele pedig az a roma fiatalokkal fogunk koncentrálni, hogy milyen szükségek van, milyen akadályok van, hogy hogyan tudjunk esetleg elképzelni, milyen eszközökkel tudjunk befektetni a jövő vezetünk, a jövő civil aktivisták, köszönöm. És erről volt szó, hogy ez az a lényeg, hogy egy interaktív beszélgetés szeretnénk a részvevőkkel. Béres Tibor vagyok, én a délután a mikrofinanszírozás című műhelybeszélgetést fogom elvezetni. Természetesen ez lesz a legizgalmasabb workshop. Már csak azért is, mert ez egy olyan terület itt Magyarországon, amely nem igazán fejlett. Ez egy elég új irány, ez a mikrofinanszírozás. Többen mondják, hogy ismerik, tudják mi ez. Mi azt mondjuk, hogy az autonómiát tanuljuk, hogy mi ez, és inkább a tapasztalatcsere ideje van még most. Jó lenne megnézni több oldalról, hogy hol is tart a mikrofinanszírozás Magyarországon, illetve egy kicsit kitekinteni, összehasonlítani a környező országokban működő modellekkel. Ebben Piotr Korinszky, a Microfinance Center, ez egy Lengyelországban működő nagy ernyőszervezet, mikrofinanszírozással foglalkozó szervezet, ennek a munkatársa, szakértője fog arról beszélni, hogy a környező országokban hol is tart a mikrofinanszírozás.
Ezt követően Molnár György a Kiút program, sokan hallottatok már a Kiút programról. A Kiút program lebonyolításának tanulságairól fog egy pár szót szólni. Majd, hogyha marad idő, akkor az autonómiának mikrofinanszírozással kapcsolatos programjának a tapasztalatairól fogok ilyen egy pár szót adatot bemutatni. A lényeg az, hogy az előadóink is kérték, hogy ez inkább beszélgetések legyenek, ne annyira előadások hangozzanak el, hanem próbáljuk meg valóban több oldalról megvilágítani azt, hogy hol tart a mikrofinanszírozás, és milyen lehetőségei vannak Magyarországon a mikrofinanszírozásnak. És hangsúlyozottan nem csak mikrohitelezés, az, amikor mikrofinanszírozás, nem csak hitelezésről szeretnénk beszélni. Szóval ez lesz az egyik délutáni blokk. Üdvözlök mindenkit, engem Lukács Györgynek hívnak. A jó hír az, hogy a legizgalmasabb szekció az mégiscsak itt lesz és délelőtt, ez pedig a helyi gazdaság és közösségfejlesztés címet viseli. Igazándiból arról fog ez szólni, hogy milyen projektek indultak korábban az elmúlt 20 évben Magyarországon, amit azt célozták, hogy roma emberek munkához, jövedelemhez jussanak, ezt minél inkább saját maguk erejéből is el tudják kérni. Ez hogy változott meg, hogy tehát egyre inkább a különböző nagy EU-s támogatási rendszer ezeknek a kis projekteknek a helyét. Közhasznú munkaprogramok hogy tudnak ebbe szerephez, illetve milyen eredményeket tudnak elérni. És nem csak arról lenne szó, hogy azt bemutassuk, hogy régen de jó volt, most meg esetleg kicsit kevésbé jó, hanem közösen szeretnénk keresni arra a válaszokat, hogy milyen elképzelések, kiút lehetőségek vannak arra, hogy ezt az alapvető célt, hogy hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő emberek köztük romák minél nagyobb arányba jussanak jövedelemhez, munkához. Tehát akit ez a rész érdekel, annak még csak elmozdulnia sem kell, itt fogjuk folytatni. Akkor köszönöm Andráshoz, akinek.